Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV keddesti híradóját látják. 2022. március 29-én este 7:30-tól. A vatószalag átvágásával zárult az iparterületfejlesztés és az inkubátorház projekt a Paksi közben. Jöhet a hasznosítás, amit a folytatódó Paks 2 beruházás is segíthet. Pap Róbert Kalocsaváros új díszpolgára a Tudás Klubban, magánéletéről és munkásságáról is sok érdekességet hallhattunk. Lezárult egy korszak, 12 év után búcsúzik Kolics János vezető edző a Kalocsai Kézilabda Klub éléről. Újabb 2 a Bács-Kiskun megyei önkormányzat koordinálásával a területi operatív program keretében megvalósult projekt segítheti Kalocsa fejlődését. Március 28-án 9 órakor Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét, Font Sándor országgyűlési képviselőt és a két fővállalkozó cég vezetőjét, Halász Lászlót, a kalocsai székhelyű Generál Kft., valamint Skultéti Csabát, az ugyancsak kalocsai Kalobau ügyvezetőjét, dr. Filvi Géza, a fejlesztési területen épített új, illetve felújított komplexumok előtt köszöntötte. Az ünnepi esemény apropója, hogy befejeződött az iparterület fejlesztési és az inkubátorház projekt fizikai megvalósítása a volt Fogtői úti laktanyaimár önkormányzati tulajdonban lévő területén. Az egyedi kormánydöntésnek köszönhetően a 118,4 millió forinttal kiegészített iparterület fejlesztés és a 3,98 millió forint visszanemtérítendő támogatással megtoldott inkubátorház építés összesen 918,4 millió, illetve 223,98 millió forint értékben valósult meg. Az állammal, magyar állammal egy ingatlan csere kellett, hogy az önkormányzatunk ezt megkapja, valamint egy eredményes pályázatot kellett benyújtani. Ez 2 jelentős projekt, az iparterületfejlesztés, valamint egy inkubátorház kialakítása. Ebből a 2 projektből áll össze ez a kis gazdasági iparterület központ itt a városban. Ez mindösszesen 1,2 milliárd forint. Ebben a top 1-es pályázati források is benne vannak, egyedi kormányzati támogatás is benne van, valamint önkormányzati önerő. Mindkét projekt 2017-ben indult, szögezte le a polgármester, hozzátéve, már az ingatlancsere alkalmával szüksége volt a városnak arra a segítségre, amit Font Sándor országgyűlési képviselő nyújtott. Ám még így is feltételes közbeszerzéssel indult a kivitelezésre kiírt pályázat. A beérkezett ajánlatokat követően szembesült a városvezetés azzal, hogy az időközben bekövetkezett áremelkedések következtében forráshiányos a projekt. Akkor ismét Font képviselő úrral leültünk egyeztetni, megmutattuk neki a számokat, az elképzeléseket. Képviselő úr akkor is kinyilvánította, igen, ugyanúgy, mint az Ovaudánál, ezt is meg kell csinálnunk, ezt a beruházást, és 118 millió forintot az iparterületfejlesztéshez, egyedi kormánydöntésthez segítette hozzá a várost, valamint 3 millió forintot az inkubátorház kialakításánál, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak a segítségét és a hatékony munkáját. És az, hogy miért fontos Kalocsának? Többször említettem már, Kalocsa egy nagyon csodálatos, szép, élhető város, tényleg nagyon szeretünk itt élni, jó, de ahhoz, hogy Kalocsa ezt a színvonalát tartani és ezt fokozni tudja, a gazdasági erősödésre van szüksége. Sajnos a gazdasági teljesítő képesség, ami az iparűzési adóbevételből mérhető le leginkább, az igen alacsony szinten tart, és ez a beruházás is ezt segíti, hogy Kalocsa gazdasági élete erősödjön és fejlődjön. Az önkormányzat az inkubátorházzal a kezdő vállalkozásokat kívánja segíteni, hogy kész telephelyet, kiépített infrastruktúrát biztosítson számukra, és hogy az ide leszerződött 5 év leteltével innen megerősödve tudjanak tovább lépni. Emellett a már működő vállalkozásoknak is lehetőséget biztosít, telephelyet, illetve raktárt lehet bérelni, ugyanis 5 hatalmas, felújított csarnok áll rendelkezésre,
egyikből lett az inkubátorház kialakítva. Az elmúlt héten 52 települési pályázat nyert, több mint 11 milliárd forintos értékben. És ha ezt hozzáveszem azt, hogy a 4-5 számjegyű utakhoz, tehát az alacsonyabb rendű utakra, megyei topos keretből jó 4,5 milliárd forint fordítható még, ez további 7 útszakasznak a megújítását jelenti, tehát márciusra eredmények is vannak. Hát ilyen az összes ezt a megelőző uniós ciklusban egyetlen egy alkalommal se volt. És azt is hozzá kell tennem, hogy mindannyian tudjuk, hogy Brüsszelben még nem fogadták el a magyarországi operatív programokat, tehát mindez a magyar kormány megelőlegezéséből származik. Font Sándor a résztvevők köszöntése után kifejtette, apró, de nagyon fontos mozaikokból rakjuk össze Kalocsa fejlesztését, több irányú, több célú a megközelítés. Itt látható, hogy egy vállalkozói, gazdasági életet segítő infrastruktúra került kialakításra. A múlt héten a fiatal családosokat segítő infrastruktúra az óvoda, és természetesen benne vannak a kirakandó mozaik kockákban azok a turisztikai élményt nyújtó fejlesztések, amelyek már a fejekbe vagy rajzasztalon vannak, és egyértelmű, hogy az egészet a híd megépülésének kell majd lezárni, illetve megerősíteni, mert ezek az apró mozaikok, amiket itt rakosgatunk, most még csak nagyon messziről felemelkedve látszódik, hogy egy alakja, formája van. A híd megépülésével ez mindenki számára hirtelen lesz látható. Az avatószalag átvágását követően a helyszíni bejárást Boromisza Viktor, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője irányította. Pap Róbert Kalocsa város új díszpolgára volt a Tudásklub legutóbbi vendége, ahol magánéletéről és munkásságáról is sok érdekességet hallhattak az érdeklődők. Szinte teltház volt a kamarateremben, ahol a Tudásklub keretein belül Pap Róbert életét ismerhettük meg részletesen. Sok régi kolléga és barát látogatott el az eseményre. Múlt csütörtökön volt a kamarateremben. Csikós Mariannak keresett meg a Tomi Ripál könyvtár igazgatónője, ezzel a felkéréssel, hogy nagyon szeretne velem egy interjút készíteni a nagyközönség előtt. Ez volt az első gyakorlatilag megmutatkozásom a díszpolgári cím átvétele után, és hát nagyon nagy örömmel fogadtam természetesen, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok helyen és nagyon sok mindenről beszéltem már, de ilyen átfogóan még nem tudtam a város előtt bemutatkozni, és nagyon-nagyon örültem, hogy sokan eljöttek, szinte teltház volt, nem is gondoltam, nem is reméltem, hogy ilyen sokan kíváncsiak rám, vagy az én életemre, de úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatú este sikeredett. A díszpolgári címhez is gratuláltunk Pap Róbertnek. Megtudtuk, hogy fogadta. Még mindig kiráz a hideg, hogy rá gondolok. Emlékszem, hogy otthon voltam, és a feleségem hozta be a telefonomat, halálra vált arccal, lesápadva, hogy a polgármester keres. Úristen, mit szeretne tőlem? Jaj, rögtön meg is borzongtam, és akkor rögtön mondta, bemutatkozott, és mondta, hogy gratulálni szeretne elsőként. Most szavazta meg a képviselőtestület, hogy elfogadták a Körmendi Szabolcs doktor úrnak a előterjesztését, miszerint én legyek 2022-es év Kalocsaváros díszpolgára. És röviden elmondta, hogy mik a teendőim ezután, miket kell csinálnom, és hát még jó, hogy ültem a számítógép előtt, mert hát persze rögtön elkezdtem remegni, kivert a hideg, a meleg, tehát nagyon-nagyon, hát úgy hirtelen meg is ijedtem, hogy Atya Úristen, hogy engem ilyen megtiszteltetés ér, szóval ezt én nem is gondoltam volna. És utána, amikor letettem a telefont, akkor még egy picit úgy lesokkolódtam, és utána viszont ami rám tört, ez a méretetlen nagy büszkeség, és ez így, mint ez azóta is bennem van. Nem tudok 10 métert tenni az utcán, hogy ne gratulálna valaki, ne kiabálna oda, hogy gratulálok, Robikám. Tehát ez nagyon nagy büszkeség, a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhetett a várostól. Tehát nagyon azóta is szinte a felegek közt járok, annyira boldog vagyok, és olyan büszke vagyok rá.
A díszpolgári cím után sem áll le a munkásságaival, három új köteten is dolgozik. Hetek óta nincs vagy alig van csapadék, porzik a határ, és nem csak a kalocsai járásban, hanem országszerte, így még tart a tűzgyújtási tilalom. Viszont jó hír, hogy a mostaninál hűvösebb, szelesebb és csapadékosabb idő várható a hét második felében, kicsit enyhül e tavasz elejé szárasság. Immár a klímakatasztrófa tagadói is elgondolkodnak azon, változik-e a világ a rohamosan alakuló klímaváltozás következtében, vagy mindez csak kitaláció. Tudományos igénnyel megfogalmazott állítások szerint már nem egy emberöltő távlatában kell gondolkodni, hiszen már évtizednyi időnek sem kell eltelnie, és szükségszerűen át kell alakítani, a változó körülményekhez kell igazítani a Duna-Tisza között jelenleg meglévő növényi kultúrákat, szárazságtűrőbb fajtákat, esetleg kultúraváltás szükséges a mezőgazdaságban. Ez érinti a kalocsai, de még a szőlő és gyümölcs termesztéséről is ismert kiskörösi járást is, ahol még most a megszokott táj képe is megváltozhat a növényi kultúrák, az öntözés előtérbe kerülése ellenére kényszerű váltása miatt. Az Ökológiai Kutatóközpont kutatói mostani tanulmányaikban az aszály hatásait szimuláló terepkísérletek megbízhatóságát vizsgálták. Arra jutottak, hogy a kísérletek jelentősen alulbecsülik az aszályok hatásait. A kutatók érvelése szerint a természetes aszályok hatása mutatja jobban a jövőbeni szárazságok várható következményeit. Az aszály mezőgazdasági és ökológiai jelentősége is rendkívül nagy. Ha nincs elég csapadék nyáron, akkor kisebb a termés és a természetes növényzet szénmegkötő képessége is csökken. Az előrejelzések szerint Magyarország területén a csapadék összmennyisége várhatóan nem csökken, de a nyarak szárazabbak lesznek és a csapadék egyenetlenebbül fog eloszlani az év folyamán. Vagyis ugyanannyi csapadék kevesebb, de intenzívebb esőzések formájában esik le. Dél-Európa szárazabbá, Észak-Európa pedig nedvesebbé válik. Magyarország a két térség határán helyezkedik el, így az itteni éghajlat jövőjét illetően nagyobb a bizonytalanság. Még mindig tart a tűzgyújtási tilalom, 2022-ben Bács-Kiskun megyében eddig összesen 303 esetben riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz, csak az elmúlt pár napban, 85 az elmúlt hétvégén 22 bejelentés érkezett lángoló nádasról, kigyulladt száraz növényzetről. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan tovább terjedhetnek. A szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás következménye. A legmodernebb építészeti eljárások alkalmazásával, az igényes puritán református egyszerűség jegyében, műszaki tartalmát tekintve is teljesen megújult a Soltvadkert központjában, 1794-ben átadott, azóta számos alkalommal felújított református templom, amely mögött egyházi területén új gyülekezeti ház épült. Az eseményre Kalocsáról és Uszódról is érkeztek református hívek. A templom felújítását és az új gyülekezeti ház megáldását, birtokba adását Sipony Ajtón Levente lelkész 20 éves lelkészi szolgálatát az egyházközségben nagyszabású, bensőséges istentisztelet keretében március 27-én vasárnap ünnepelte a gyülekezet. Az eseményre Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere és számos magas hivatalt betöltő református vezető, más egyházak vezetői, képviselői és hívei is Soltvadkertre érkeztek. Az istentiszteleten, majd a gyülekezeti ház megáldásán, avatásán a Soltvadkerten élő két országgyűlési képviselő, Font Sándor és dr. Kerényi János, valamint Temerini Ferenc polgármester is részt vett. A nagy érdeklődésre tekintettel az istentiszteleten jelenlévőkei része az eseményeket az új gyülekezeti házban monitoron kísérhette figyelemmel. Az ünnepségen kalocsai és uszódi hívek is tiszteletüket tették.
Balogh Zoltán püspök egyebek mellett elmondta, amikor álmodunk, amikor tervezünk, adakozunk és építünk, akkor azt azzal a bizonyossággal tehetjük, hogy bízhatunk Isten áldásában. A kőfalak között, amelyeket építünk, legyen helye a mi életünknek, panaszainknak, könyörgésünknek, hálaadásunknak. A szónoklatok sorát Bán Béla, a bácskiskunsági református egyházmegye esperese folytatta, aki elismeréssel szólt, Sipony Ajtony Levente, lelkiismeretes, önfeláldozó lelkészi munkásságáról, kiemelve, hogy a Soltvadkerten 20 éve, 2002. április 14-e óta szolgálatot ellátó lelkész felmenői, köztük édesapja, generációkon keresztül az egyháznak szentelték életüket. Font Sándor a térség országgyűlési képviselője, a Magyar Evangélikus Egyház déli evangélikus egyházkerületének felügyelője gratulálta megvalósítás valamennyi résztvevőjének, Soltvadkert centruma ékkövének nevezve a felújított templomot és a gyülekezeti házat. Kolicsi János vezető edző, a kézilabda ikonikus alakja utoljára ült a KKC kispadján március 26-án a Dac elleni hazai mérkőzésen. Az összecsapás után vette kezdetét a megható búcsúztató. Sajnos a győzelem nem jött össze, de a könnyeket most nem a vereség csalta ki szemünkből, hanem Kolicsi János búcsúztatója, aki 12 éven keresztül vezette a Kalocsai Kézilabda Klub férfi csapatát. Tudjuk, hogy mesterünk nem fog eltávolni a kézilabdától, és Kalocsától sem. Azért nem is tudna, hiszen vérben is sportember, és élő legenda. Kemény edző, nagyszerű pedagógiai érzékkel megáldott tanító, vezető, játékos és a néző jó barátja. Aki a B-középen együtt forgászik és tárgyalja ki a világ eseményeit, vagy az aktuális meccs történéseit egy jó idő beszélgetés közepette. Aki tűzbe megy a játékosáért, bezzel képes konfrontálódni a csapat érdekében, erről minden bizonnyal sok játékvezető mesélhet neki. A fiatalokban látja az erőt, a fejlődés lehetőségét. Több ifjú tehetség megmutatott itt nálunk a Kalocsán is helyes utat, és most a Hartai Kézis lányok szárnyoltogatását segíti. Zászlós hajón kapitánya tehát kikötött. Mérföldkőhöz érkeztünk, és nem tudom elégszer köszönetet mondani Jani bácsának. Ahogy Kolicsi János többször említette nekem is, és minden bizonnyal sokatoknak, hogy mondhattok rám bármit, de az nem, hogy nem a kézilabda az életem. És mi nem is állítanánk ennek az ellenkezőjét. Köszönjük szépen, Jani bácsi! Átadásra került a vezetőség, a szurkolók és az önkormányzat ajándékai, majd pedig Kolicsi János utoljára levonult a Városi Sportcsarnok küzdőteréről, tapsvihar közepette. Megkértük Kolicsi Jánost, foglalja össze ezt 12 évet. Mindenképpen azt, hogy a sikernek az alapköve, a titka az, hogy egy ilyen civil szervezetet, egy egyesületet olyan rendszerbe tudjunk állítani, ami sikerült Kalocsán. Ez alatt értem azt, hogy lett egy olyan vezetősége, vezetése Hartman Jánossal az élen a Kalocsai KC-nak, aki megteremtette a feltételeit a minőségi kézilabdának. Nagyon bízom abba, hogy én is a szakmai feltételeit tudtam biztosítani. Minden elismerésem és elsőrendű elismerésem a játékosoké, főleg a múlt időről beszélve, amikor még több kalocsai játszott, több saját erőt tudtunk hozzátenni, több munkát tudtunk ezáltal végezni. És hát nem megfeledkezve a nézőkről, ilyen szurkoló tábora még a magasabb osztályú csapatoknak sincs. Úgyhogy ez a pályafutásomnak az egynegyed részét teszik körülbelül, ez a több mint 10 éves kalocsai kirándulás.
nagyon fontos volt számomra ez az évtized. Mindig örömmel és boldogsággal fogok visszagondolni minden percére. A munkát nagyon tudtam itt élvezni. Minden feltétele megvolt annak, hogy ilyen sikereket érjünk el, mint amit az elmúlt évtizedben. A Kalocsa Vagyon Kft. Tájékoztatása szerint szerdán veszélyes faágak eltávolítása miatt útlezárásra kell számítani a Tomori Pál utca 51-es úttól az Ady Endre utcáig a Mackó közig tartó szakaszán. Előre láthatóan 12 órától 14:30-ig tartó időszakban. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!